Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem mással várunk benneteket, mint az R-Faktor és a Sztáliga című sorozatunk 54. epizódjával. Itt van velem Petko. Sziasztok! Az előző két szörnyű adás után menjünk tovább, és a mai helyszínünk egy számomra kedves pálya, Laguna Seca, amelynek a sztoriát nem egyszer ecseteltem az ottani adásokban, hogy miért került be, és nem csak azért, mert hogy mi lett a futam végeredménye, nem csak azért kedves ez a pálya nekem, hanem más események miatt. Na de ezt most nem mondom el. Az előző adásban, amikor erről szó volt, Laguna Secáról, akkor ezt kitárgyaltuk. Igen. Na nézzük viszont a pozíciókat. Ugye ez a 12. futam, bocsánat. Danika indul az első helyről, Rózsa Gyuri a második helyről, privát pilótaként. De szar a kamera nézet. Petko a harmadik helyről, két összetett aspiráns itt van, és Rózsa Gyuri pedig a privátok között itt van. Pápa Jóci negyedik helyen, Császár előd ötödik helyen. Ja, és nem nincs meg itt, hogy Pápa Jócinak igen, előkelő rajthelye van. Igen, végre valahára sikerült egy nagyon komoly pozíciót nyerni. Ha innen nem tudja megszerezni azt az egyetlen pontját, vagy akármennyi pontját, szerintem ne induljon autóversenyen. Sőt, ne vegyen magának kreszt, vagy jogsit. Már az, hogy átmegy a vizsgán, talán szóba jöhet, ezt most nevet komolyan. Tehát talán a Kresszen át tud menni, de még azt is el tudom képzelni, hogy pénzért vette a jogsit. Ha így sikerült a verseny. Még egyszer mondom, nevet komolyan, ez Pápa Jóci, jó? Szabó Krisz 7. helyen, Jan Gesser Dori 6, még 5 nem mondtuk. Szabó Krisz 7. helyen, Eszes Viki 8. helyen, Bogi 9. Demcsár Uzsa 10. Dolhai Attila 11, Hütter Dóri 12, Kapás Bogi 13, Entélor 14, Szőke Levi 15, Gundi 16, Gáspár Győzi 17, Szési Saci 18, Szinet Ádor 19, Csekesz csak 20, Lőrinc csak 21, Csobot Adél csak 22. Hát ahhoz képest, hogy jött össze neki ugye a privát versenyzés még az első szakaszban, itt nagyon nem jött össze neki a lépés. Van ide a 23, Rolando csak 24, Csaumia csak 25, és Attila, aki vezeti a versenyt, és hogyha nem lett volna ez a moszkvai történet, akkor ki lehetett volna mondani, hogy bajnok aspiráns a 26. helyen. Mehetünk? Igen, csak közben volt egy kis megakadásom, de már itt vagyok. Jó. Nézzük a rajtot Petko szemszögéből. Na. Beindultunk? Most indultunk be. Na nézzük a rajtot. Start. És most tudunk bemenni. Elindultunk. És Pápa Jóci, mekkora átrajtót? Igen, mert hogy hatodikból második. Miért? Negyedik helyre. Negyedik helyre indult. Második hely lett. Hozzá kell tennem, itt is voltak a szemgondok az aikkal, túl gyengék lettek az aik. Tehát ez hozzátartozik a futamnak a sztoriához, mint látható. Vagy lehet, hogy én nagyon elkaptam a pályát, vagy nem tudom. Nem, azt hiszem pont, hogy elég magasan volt a százalék, csak a mezőny volt valami igen lassú. Mindesetre Pápa Jóci a második helyen, Rózsa Gyuri harmadik helyen, Petko pedig a negyedik helyen. Császár előd ötödik, hosszú idő után visszatért az élmezőnybe Császár előd. Az egyik legszebb része a pályának ez. Gesser Dori a hatodik? Igen, hatodik. Igen. Szabó Krisz a hetedik, aki támad Eszes Viki. Hát
És ott már van egy kisebb támadás, mindjárt látjuk, hogy ki az, Demcsák Zsa és Dolhai Attila között. Az utolsó pontszerző helyér, és Hüttedor is majdnem beszállt a buliba. Bogi csapattársad szintén pontszerzőjén a helyen jelenleg. Demcsák Zsuzsának nagyon fontos volna, hogyha visszatérjen a pontszerző pozícióba, mert ugyanis ugye a keres nézőknek nem nagyon beszéltünk még róla, de a privát pilóták az utolsó három, mert ugye már tudják a keres nézők a előadásból, utolsó három futamukon ugye a megszerzett pontjaik mellé tudnak ugye még pontokat gyűjteni, amelyeknek összesítése hozza ki a privát pilóta értékelésnek a győztesét. És ugye még jelen szerint ugye még mindig Demcsák Zsuzsa áll a legjobban, de igen, csak közelített felé kisebb rétegben. Ez micsoda kamera nézet? Rózsa Gyuri. Hm? Ez micsoda kamera nézet volt te ilyen? Ja, komoly mi? Ja. Viszont ez tetszett az, hogy így lefele ment a kamera. Most ilyen teljesen más kamera nézetekről mutatja a dolgokat, és akár még mondhatnám azt is, hogy mintha egy klipjét látnám egy leendő bajnokságnak a reklámjából. Igen. Hopp. Nem sikerült visszavezetni a Dolhai Attilát, közben azt lehetett látni. Igen. És te előrébb leszokta. Egy Dórát is leláztam magáról. Mert hogy Gessler Dóri és Szabó Krisz is harcol egymással itt már jobb pozícióért, a hatodik helyért. És mindjárt lehet ebből Császár Előd is érintett. Hatodik helyért. Dóri. Nagyon, nagyon távolról láttuk a dolgokat, úgyhogy nem láttuk a listát. Itt nem jött jól ki. Viszont te egy kicsit feltartod a mezőnyt, mert hogy rád érkeztek most már. Császár Előd is, meg Dóri is, meg Krisz is ott van, mondjuk ez a kanyar miatt is. Viszont az első két helyen, nem csata az első van. Két helyen. Második, harmadik helyen van csata. Pápa Jöci és Rózsa Gyuri között. Ugye Jocinak első pontja, a Rózsa Gyurinak pedig a... Bocsánat, a privátba kellnek nagyon a pontok. Igen, ez az eredménye a privátban. Gyakorlatilag... Ja, mondom neked, hogy állna. Bocsánat, csak innom kellett. Semmi gond. Itt pedig jó magam. Látható. És azt próbálom megnézni, hogy mekkora a távolság. De itt elég már van világ. Rengeteg. Itt már rengeteg van, Jézusom. Ezek másodpercek. Jó. Ja, azért szeretném megnyugtatni a kedves nézőket az előző két adás margójára. Petkóval átbeszéltük, hogy a menedzserek ligájában, meg a későbbi sztárligákban szigorúbban fogjuk ellenőrizni a pályákat, hogy az ehhez hasonló szituációk ne történjenek meg. Ezt vegyék úgy a kedves nézőink, hogy mutattunk egy oktatófilmet, hogy hogyan ne szervezzenek pályákra futamokat, és a mezőny hogyan ne álljon be a box utcába, és a mezőny hogyan ne csatázzon egymással. Igen. Úgyhogy ilyen szigorú követelményeknek kell átesnünk majd azoknak a pályáknak, amelyet a menedzserek fognak választani. Például, amiket mi majd a következő sztárligában, mert hogy azért azt nem felejtjük elmondani, hogy igaz, hogy már az utolsó két adást
kezdtük el, de egyrészt most jön utána a menedzserek ligája, egy vadonatúj bajnokság, egy teljesen új lebonyolítási rendszerrel, viszont amint annak vége van, érkezik az újabb sztárliga, tehát már van jelzés a következő sztárligára, már csak abból a szempontból is, hogy ugye mind a hat privát versenyző, plusz ugye Szújó Zoli, az ő sztoriáról még nem meséltünk ebben az adásban, de mindjárt megejtjük. Közben te meg utolérted Rózsa Gyurit. Így van. Mindent akkor ugye, hogy amit előtte láttál, hogy nagyon feltartottam a többieket, sikerült leráznom őket, de nem csak, hogy leráztam őket, hanem még Rózsa Gyurira is főzárkóztam. Ja. Második, harmadik, jelen. Az én voltam elől. Igen. Már elkezdtem takarékoskodni, mert lehet, hogy azt mondtam, hogy kezd már kicsit ciki lenni, hogy mekkora nagy az előny. És ugye a csapattársad is jól állt, ugye a futamon. Nézzük, ugye Császár Erőd a 5. helyen. Geszel Dóri a 6., Szabó Krisz 7., Eszes Viki 8., Demén Bogi 9., hát jó, igen, és 10. helyen Hükter Dóri áll jelen pillanatban, de itt már azért rendesen bett van a mezőny, tehát itt még azért bármi változhat. Tényleg igazi művészi kameraképek. Ja, nagyszerű. Odafigyeltek. Igen. A készítésekről. Abszolút. Amúgy Rózsa Gyuri, hogyha a jelenlegi pozícióban tud maradni, a privát értékelésben átvenni a vezetést. Uh-huh. Demcsák Zsuzsától. Azt hittem, hogy azt levágtad, de csúnyán. Nem. Csak közel mentem hozzá. Uh-huh. És ügyesen ki tudtam fékezni róla Gyurit a végén. Makmerő volt egyébként, teszem hozzá. Hát tudod, a törés miatt tűnt egy kicsit makmerő, de amúgy a kanyarodás mértéke az megfelelő volt. Mert azt az ilyet máshogy nem lehet normálisan bevenni. És már is kezdtél el. Így van. És elkezdtem Pápa Jóci után menni. Így van. Próbálom nézni. Pápa Jóci pedig már közelít felém, úgy látom. Így van. Hát nagyjából egy egyenesbe lát engem, de azért még ez nem tűnik annyira veszélyesnek. Ugye korábban már mondtuk, hogy hány duplázója volt a bajnokságunknak, mint futamgyőztes szempontjából. Eddig javítok, az előző... Nem, igen, mondhatjuk azt, hogy eddig két emberről lehet ezt elmondani, a két itt lévőről. Tehát rólam, meg rólad. Így van. És végül is ez így maradt, csak egy kicsit növekedtek a szám. Próbálok hátrébb menni, hát ha találok izgalmat, de te is szépen már sima úton mész, így fogalmazom. Rózsa Gyurira viszont kezd ráérkezni Császár Előd. Hát inkább azt érzem, hogy inkább lassúbb Rózsa Gyuri. Kicsit felvette a nyugdíjas tempót, már bocsánat. Júj! Nem azt hittem, hogy túl... Messziről akart megpróbálni, az volt a baj, hogy tudod, meg akart messzi próbálni, ugyanaz az éven, ahol Rózsa Gyuri volt, de inkább elvette, nem próbált. A Rózsa Gyurinek a sattufékje volt nekem egy kicsit sok. Így érzésre teszem hozzá. Ugye ez az utolsó pálya a naptárba, amit én választottam.
emlékszem, ezt is. És itt most már el tudjuk mondani a kedves nézőknek, meg akik már amúgy is látták az összes futamot, hogy az utolsó futam Franciaországban lett megtartva a Bugatti versenypályán Le Mans-ba. Picit próbál leszakadni Rózsa Gyuri ettől a csapattól. Igen. A két dalfutáros, Császár Előd és Gessler Dóri most jut eszembe. Tehát egy csapatban vannak. Ez nagyon komoly pontszerzési lehetőség lehet nekik. Még attól függetlenül is, hogy ez most helyezésben nem mit jelent. Ezt előre nézek. De semmi nem történik. Ez nagyjából egy olyan 5-6 másodperc, talán még több is. És kár, azért pár másodpercet hoztam ahhoz képest, amennyire nem úton be a droppába érszikó. Az igaz. Még bármi lehet belőle, mert elég hosszú egy futam. Igen. És itt szerencsére egyrészt kisikerült töltenünk az időtartamát a futamnak, másrésztről pedig elég gyorsak itt a körök, tehát azért az 1.23 azért az jónak mondható körök. Igen, gyorsnak mondható versenypályához. Tehát még ebben egy 3-4 kör benne lehet ebben a mai fordulóban. Kezd rád érkezni Rózsa Gyuri és csapata. Jobban mondom visszaérkezni. De viszont egyre jobban lassú Pápa Jöci is. Azt se felejtjük hozzátenni. Hát vagy én gyorsulok nagyon. Bocsánat az ásításról sem ért, mert... Hát mondjuk Petkónak is ásítani a kéne. 24 órája van fönt állítólag. Nem is tudom, hogy csináltad azt. Mondjuk nekem is volt ilyen, amikor nem tudtam aludni. Na, utolértek. Nézzük akkor ezt a csatát. Kedvenc kanyar részem, ami a pályát egyedivé teszi. Ez a dugóhúzó. És látják már egy egyenesben Pápai Jocit. Így van. Szerintem most azzal foglalkoznak ők, hogy hármójuk közül kivárja először őt. Közben meg Bogi is utolérte a bolyt. Ahogy itt a férfi páros férfi trió összeült, itt van a női trió. Gessler, SS, Viki, Demlén, Bogi. Úgyhogy megnézzük, hogy mit csinálnak a nők magukkal. Oh, maguk Viki. Között inkább jobban mondom. Köszönt, igen. Magukkal! Júj, ez Boki hallja. Ez most feljegyeztem így magamnak ezt a rövid kis versikét, 18-as, de ideillő. Ha rövid a farkat közelebb kell állni, nem kell a budiból Balaton csinálni. Jaj. Ilyenekre készüljetek majd a nyárnak az egyik nagy meglepetésével kapcsolatban, amit szerintem bejelenthetünk. Lesz egy hét, amikor reggeli műsorokkal fogtok találkozni, élő beszélgetős műsorokkal. Már elkezdtük a szervezgetéseket ezügyben, még nem tudjuk garantálni, hogy lesznek, de szerintem kimondhatjuk azt, hogy elkezdtük szervezgetni. Nem? És lesz olyan, hogy van volt lesz Juliska mama? Hogy értve, hogy én Juliska mamázzak? Aha. Lehet róla szó. Csak Paulina meg ne tudja. Paulinát ezzel azért kapcsoljuk vissza. Igen, pont akartam mondani, hogy menjünk előre, és inkább a versenyre koncentráljunk. Ha egy kicsit sikerült most magunkat felébreszteni. Kellett. Teszem hozzá, ez kellett nekem egy kis móka. Ide.
Petko bizony császár elődöt próbálta leszedni magáról, és úgy látom, hogy sikerült is. És próbálok egyre jobban főzálkozni pápa jött ki. Igen, azok az atkák mégiscsak tették a hatásukat. Bocs. Viszont sajnos a roba atkák ellen nincs mit védeni. Jújj. És utol is érted őt. Bizony. Bocsáss meg, Jóci. Azta! Vissza 3 óra van, de ezt úgy kiabáltam volna magamat ettől. Ez gyönyörű volt, Petko. Ez gyönyörű volt. Ja, ezt ügyesen sikerült megtalálnom az utat a második hely felé. Ja. Ugye ezt mi nem láthattuk, mert még úgy versenyben voltam. De gyönyörű volt. Eszter Dorottya és Rózsa Gyuri között megy most a csata. Ennyire hátra csúszott. És nézd oda. Rózsa Gyuri nyugdíjas tempó. Elfogyt a gumi, szerintem. Azért most már figyeljük az órát, mert mostocskán szerintem végéhez érkezünk a dolgoknak. Papa, ez igen izgult, hogy megmaradjon a harmadik helye. Igen, mert hogy hát inkább azt mondanám, hogy Gessler és császárlőt között lesz még itt egy csata. De mondjuk, hogyha mint a kerékpárosok folyamatosan... De viszont Bogi is csatázik éppen valakivel. Mutassuk azt is egy kicsit. Szabó Krisze. Nem, Vikivel. Nem, Eszes Vikivel. Eszes Vikivel. Őt már megelőzte. Szabó Kriszt. Igen, igen. Ráadásul a 7. helyért megy a csata, ha jól látom. És új, de! És ezt nem láttuk, ezt most láttuk. Józ. Azt hogy fogta meg? Igen. Ugyanakkor nagyon megcsúszott a kocsi, nem csak egy embernél, hanem kettő. De be tudta fejezni az előzést, az ittem nagyon morbid. Igen. Az egészbe. De meg tudta így is előzni ezt a Swiss-kit. Igen. Az nagyon beteg. Közben Rózsa Gyuri útól érte a császár elő, hogy Gessler Dorottya fogadtott. Így van. Ott még lehet izgalom abba. Nem lesz ebből megelőzés Pápai Jocinál. Vagy na. Hátrafele menet. Ja, szerintem legalább is. Megnyugodhat. Még ez a kör van. Most itt próbálok fejbeszállni, hogy talán még egy. Itt már lehetséges, hogy én itt a mezőny elejében én azt mondtam, hogy jó van, akkor gondolkodjunk időben. Igen, 1.25-7.50, azért szerintem az már ilyen spórolósabb kör lesz. Hoppá! Itt vagy te. Hát ez egy 10 másodperc köbö. Na nézzük elődéket. Ó, Rózsa Gyuri! És Rózsa Gyuri, meg ezt ezt ledőlít. Sőt... És Bogi is utol érte őket. Így van. Úgyhogy jöjjel, újra összejött a női trió. És Bogi... Ezt pont rosszul láttuk, de Bogi meg tartotta magát. És ott van Krisztis. Viszont Szabó Krisztis jön. Igen, azt akartam mondani. Igen, nézzük. Még van egy kör, igen. Így van. Van egy kör. Szerintem ez lesz az utcsó. Időben is már ott tartunk, hogy lassacskán véget fog érni. Na. Ütte Dóri pedig megelőzi Szabó Kriszt. Így van. Igen, megelőzte. És most a csapattársa vár rá Kriszre. Szőke Levi, igen. Igen. És Gyarcsák Zsuzsa nincs pontszerző helyen. Így van, 12. És valószínűleg már nem is lesz. És jelen szerint ez a fináléban a második olyan futama lesz, amikor nullázni fog. Igen. Ha nem tesz valamit. Sőt, még Attila most megelőzte őt. Igen, Dolhai Attila elment mellette. Tehát még tovább csökkent az esélye. Igen. Na, visszajöttünk elődékre, mert itt ez a legnagyobb izgalom, én azt gondolom.
már úgy látom, hogy kezd szélesebbé válni a dolog. Két kocsik közötti távolság. És azért lassan... Mogi csapatásod pedig a hatodik helyen áll. Így van, és most az a nagy kérdés, hogy ennyi volt-e. Igen, ennyi volt. Úgyhogy Danuka nyerte meg a versenyt végre, újabb győzelem. Petko a második helyen, nagyon fontos pontok egészen pontosan. Harmadik helyen Pápa Jóci, nagyon fontos első pontok. És egy ráadásul egy dobogóval. Így van. Császár előtt a negyedik helyen, Rózsa Gyuri az ötödik helyen átveszi a vezetést a privát pilóták között. De még pontosabban akkor vette volna át, hogyha a harmadik helyen végezett. Akkor bocsánat. Szoros. Egy ponttal közelítette meg Demcsák Zsuzsát, annak köszönhetően, hogy megindulázott. Igen. Demjén Bogi a hatodik helyen, így a csapatverseny, csapat összetett is még azért szoros. SS Viki a hetedik helyen, vagy még számításban vagyunk benne. Geszed Dóri nyolcadik hely, Hütte Dóri kilenc, Szabó Krisz végre újabb pontokat szerez a tizedik helyen, bár kár, hogy az előző futamot ennyire elrontottuk neki. Szőke Levi 11, Faktor Sztárszosok egymás mellett, Dolhai 12, Demcsák Zsuzsa 13, ahogy mondtad, pont nélkül, M. Taylor 14, Jackass csak 15, hát ez a szezonjára rám ment. Xiaomi a 16, kicsit csalódás lehet ez számára, én azt gondolom. Kapás Bogi 17, igen, Vanilla Miu 18, bár most megelőzte a Bogit a lefelezettő körben. Gáspár Győzik a 19, Gundi csak 20, Szinetárdóra 21, Szécsi Saci megint visszatalált így a mezőn közepe a második fele környékére 22, Lőrinc csak 23, Csobotadé 24, Hód, Attila csak 25 és Rolandó csak 26. Igen, a Royal Athens csapatnak nagyon pocsék futama volt. Az időmérés az utolsó sorban zártak, és a futamot is nem tudták ki a pozícióba végezni. Igen, itt valami nagyon komoly dolog történt náluk, aminek nem tudjuk a megoldását, hogy mi volt. Igen, de ez viszont azt jelentette, hogy a szezon fináléra három esélyes maradt a bajnokság. Így van. És még a csapatpontversenybe is lehetett matematikailag behozni az előnyünket a Force Commentatorizba. Így van. Úgyhogy a következő adásban minden kiderül, és mindenki derül. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!